A hagyomány szerint a szekszárdi borverseny győztesei megmutatják díjnyertes boraikat a nagy közönség számára is. Az idei esztendőben 99 elismerést osztott ki a bírálóbizottság. Veszergombi Csaba, a verseny főszervezője azt mondja, a szekszárdi gazdák számára fontos mérföldkő a város borversenye, hiszen presztízs értéke van egy esetleges jó szereplésnek. Mindenképpen az látszik, hogy idei borversenyen az előzőhöz képest a fehér borok és a rozé borok aránya nőtt, a vörös boroké csökkent, valamint a hordós borok aránya is csökkent. Ez azt jelenti, hogy megnézve a számokat, a 2017-es és 2019-es évjáratból került ki a legtöbb aranyérem, legtöbb borisabból került benevezésre. Két rendkívül jó évjáratról beszélünk, és ezek már palaszban vannak. Jó, szép, fejlett, érett formájukban kerültek be a borversenyre, és így nagyon jó eredményeket értek el. 73 aranyérem született, ami több is, mint az engedélyezett 30%, tehát több érmet sikerült kiadnunk, mint amennyit hivatalosan lehetne. A résztvevők véleménye szerint az idén bevezetett bírálási rendszer igazságosabb eredményt hozott. Maximális technológiát tudták lehozni, ami nemzetközileg is megállja a helyét, és nemzetközileg használják. Ez a Vinagórán is ezt használják. A Magyar Borkultúra Alapítvány fejlesztette ki, vagy lehet, hogy közösen fejlesztették más nemzetközi borversenyekkel, és ezt hoztuk le Szekszárdra. Először volt, hogy lejött Szekszárdra, és úgy néz ki, hogy a következő, ahol ezt használják, ezt a módszert, ez az Eger borvidék lesz. A borvidék népszerűsége egyre nő, mondja Mészáros Pál. Egyre több szekszárdi bort adnak el, és keresik a szekszárdi borokat, és Szekszárd is azért alkalmazkodik a fogyasztók igényéhez, egyre több fehér bort készít, egyre több rozét készít, és hát vannak könnyed vörösborok, de vannak nagyon nagy vörösboraink is, amit azok a fogyasztók keresnek, akik nem sajnálják a pénzt, és nagyon jó bort akarnak inni, és egyre többet tudunk eladni, nem csak mi más borászok is, ezekből a nagy vörösborokból. Az aranyérmes borok kóstolóján Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a bor továbbra is stratégiai ágazat marad a térségnek, hiszen közel 1000 család számára nyújt megélhetést. A szekszárdiak nagyon büszkék vagyunk a hagyományainkra, és ebbe kiemelkedik a szőlővel, a foglalkozás és a borkészítés. Azt gondolom, hogy ez a legismerkebb tevékenység itt a térségben, és több ezer családnak, több ezer embernek ad vagy főállást, illetve kiegészítő munka lehetőséget, és nem utolsó sorban egy nagyon komoly marketing, nem csak a város, hanem a környező települések és Tolna megye számára egyaránt. Hát önmagában a bor nem elég ahhoz, hogy egy térségben megfelelő gazdasági fejlődés legyen. Nyilván marketing szempontból nagyon nagy szerepe van, illetve kiegészítő szempontból. Csak ha nézzük a turisztikai adottságait a térségnek, ugye itt van a gemenc, itt van a vadászturizmus, a Dunából adódóan, a Holtágokból adódóan horgász turizmus, ezeket kiegészíti nagyon jól a bor, tehát a szabadidő kellemes eltöltéséhez nagyban hozzájárul, ráadásul most egy csomó kerékpárutat fogunk építeni a következő időszakban, tehát a szabadidő eltöltésében nagyon komoly szerepe van a bornak és a borászatoknak. De azt is nézzük, hogy maga a rendezvényturizmus, illetve az üzleti turizmus. Egyre több borház alapozza arra a működését, hogy különböző vállalkozások számára biztosít helyszínt, cateringet, tehát kiváló ételeket, és a kiváló ételek mellé a jó minőségű bor, azt gondolom, hogy az egy hozzátartozó elem és érték. Tehát az üzleti turizmus számára is nagyon jó adottságokat adhat, és hát természetesen a borászattal összefüggő vállalkozások, tehát a borkereskedelem, a szőlőkereskedelem, adott esetben a bérgyártások, tehát vannak olyan borászatok, ahol már jelentős, hogy bérbe palackozba, bérbe tartja a terméket, tehát én azt gondolom, hogy sok összetevője van, tehát a turizmus, szabadidő, üzleti kapcsolati tőke, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly értéke a közösségünknek. Az idei verseny legjobb vörösborát a Prantner pincészet termelte, akik elnyerték a legeredményesebb borászat címet is. Ez volt a nagy álmunk, és ezért így nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy végre sikerült nekünk lenni az egyik legjobbnak Szekszárdon. Persze, hogy a mai modern technológiát mi is alkalmazzuk, utána járunk, tanulunk, hogy hogyan lehet még fejleszteni a borászati tevékenységet. És egy ilyen borversenyen ugye mindenki tudja, hogy
sok bírából, sok kóstoló, sok ember van, aki döntet, tehát sokan bírálják a borokat, és gyakorlatilag nagyon nagy szerencse kell, hogy milyen sorba kerülünk, és hogyan pontozzák a borunkat. Hát ilyen remek évjáratok után, mint amik most mögöttünk állnak, és ahogy látjuk is, rengeteg aranyérmet osztottak ki, tehát jobbnál jobb borokat lehet találni. Ezek között igen, az elég nagy elismerés, hogy jó borokat és aranyérmeket kaptunk. A szekszárdi borversenyen nagy aranyat ítélt a zsűri, a Brandner Pince, a Heyman, a Westergombi, a Mészáros, valamint a Fritz borház egy-egy borának. A legjobb vörösbor címet idén a Brandner Pince kapta, Szekszárdváros borának a Mészáros Pince kadarkáját választották a bírák.